Az érettségi előtt álló diákok többségénél nagy a dilemma. Mi a jobb? Egy rosszul sikerült emelt szint, vagy egy jól sikerült középszint? Úgy teszik fel a kérdést, hogy elrontottam az érettségit, nagy a baj? Azt szoktam mondani, hogy eléggé. Nem az érdemjegyre kell menni, hogy ez az érettségi 5-ös legyen, vagy 4-es, hanem az elért százalékra. Tudnélik, a felvételi pontok számításánál ez a százalék az, ami meghatározó lesz. Úgyhogy én azt javaslom mindenkinek, hogy emelt szinten most már kötelező érettségizni, tehát ezt már nem tudják a gyerekek kikerülni. Az emelt szintű érettségin belül pedig a minél magasabb százalék elérésére törekedjenek. A két sikeres emeltel a jelentkezők maximalizálják a szerezhető 100 többletpontot. Vannak olyan alapszakok is, amikre a 2 45% felett teljesített emelt szintű érettségi kötelező. Matematikából tervezek emelt szinten érettségizni, és hát eléggé kötődik, mert fizikusnak szeretnék tanulni, és ott ugye az első fél év még alapozó tárgyként a matek szerepel, így mindenképpen hasznos lesz. Én az emelt informatikával szeretnék még rád, a nyelvvizsgám jelenleg még nincs, de majd szeretnék mindenképp. Az emelt informatikát tanulom jelenleg és gyakorlom. Nekem is a nyelvvizsgám az még az idén szeretném, hogyha meg lenne, mert ugye még most könnyebb, nem mikor már egyetemen fogunk tanulni, és emelt szinten történelemből szeretnék érettségizni. A nyelvvizsga is pluszt jelent. A középfokú B2 komplex 28, a felsőfokú C1 komplex pedig 40 többletpontot ad. Fontos viszont, hogy nyelvvizsga jogcímen összesen maximum 40 többletpont szerezhető. Csak és kizárólag a komplex nyelvvizsgáért jár a pluszpont. Csak szóbeliért, vagy csak írásbeliért nem. Tamás már az angol nyelvvizsgájával megszerezte a 28 pluszpontot. Az angol nyelvvizsgát azt még igen, hogy akkor még abban a hitben voltam, hogy az kell, az muszáj, és utána jött ez a DSD lehetőség, hogy ez ingyenes itt az iskolában, és akkor egy ilyen miért ne kategóriában elindultam, és szerintem nem veszítettem vele semmit. Az OKTV és tudok szakmai versenyek, valamint egyes sporteredmények is többletpontra jogosítják a jelentkezőt, valamint az OK és végzettség és a már megszerzett felsőoktatási szakképzési oklevél jelenthet még többletet. Kezd visszajönni azok a többlet lehetőségek, ami a többlet teljesítményt is honorálja. Én nem vagyok híve minden áron a szociális alapon történő honorálásnak többletpontba. Kétségtelen, hogy ezt is meg kell nézni, de valamilyen olyan arányban, hogy a tudás és a helyzet ekvivalenciáját vizsgál egy tanuló esetében. A pontszámításban 400 plusz 100-as rendszer működik. A 400 pontot jelentő tanulmányi és érettségi eredmények mellé így lehet pluszokat szerezni.